A nemzeti színű szalag átvágásával adták hát a Dímász új tampájáját Baján. A munkálatokat még 2015 őszén kezdték, a sikeres tesztüzemi gyakorlatot követően pedig most már használatra is átadták a létesítményt. A Hálózati Elosztó Kft. Ügyvezető igazgatója köszöntőjében úgy fogalmazott, a tampája létrehozásának elsődleges célja a biztonságos munkavégzés és a gyakorlati hely megteremtése volt. Azok a szerelő kollégák, akik a hétköznapokban az áramszolgáltatás frontvonalában az ügyfeleink elégedettségéért a hálózatainkat építik, üzemeltetik, olyan alapos gyakorlatban is készségszinten elsajátított szaktudással rendelkezzenek, ami segíti őket abban, hogy a munkájukat biztonságosan és az ügyfeleink megelégedésére a lehető leggyorsabban tudják elvégezni. Tóth József hozzátette, örömükre szolgál, hogy évente 10-15 fiatal szakember kerül ki a magyar felsőoktatási intézményekből, amelyel biztosítják a munkaerő utánpótlást. Nagy József, a vállalat bajai régióvezetője elárulta, nagy jelentőséggel bír a tampája létrehozása, hiszen a szakemberek korábban csak a Szegeden található pályán tudtak gyakorlatozni. A jövőben azonban már helyben is alkalmazhatják a képzésben tanultakat. A fiatalok meg tudják szerezni itt az oszlopra mászás gyakorlatát. Feszültségmentes hálózaton tudnak gyakorolni, magasban, vagy a hálózaton, és hát a következő lépcsőfokban feszültség alatt álló hálózaton, hiszen a jövőben a munkájuk zömében feszültség alatt lévő hálózaton fognak dolgozni. A szakemberek elmondták, az energiaellátás az egyik legfontosabb szolgáltatás ma Magyarországon. Ezért a jövőben arra törekednek, hogy tovább fejleszték és bővítsék a feszültség alatti munkavégzéshez szükséges technológiákat és berendezéseket.